Olvasta valaki a múlt héten János első levelét? Julika néni olvasta. Éva is. Jó, köszönöm. Többen olvasták. Látjuk azt, hogy János mi az, amiről legtöbbet beszél, leggyakrabban beszél. Azt gondolom, hogy ez a három dolog fordul elő leggyakrabban az ő leveleiben. Az igazság, a szeretet és a közösség. És hogy ez a három dolog mennyire egymásra épül, mennyire összekapcsolódnak. Ez valójában egy dolog, ugyanannak a dolognak a három oldala lényegében. Ugyanannak a dolognak három különböző oldala. A múlt alkalommal beszéltünk az igazságról. Szeretném, hogyha ma egy kicsit tudnánk beszélni a következő dologról, a szeretetről. János első levelének 4. fejezetéből, 7. verstől egészen a 21. versig fogunk igéket felolvasni. Hadd kérjem a testvéreket, hogy lapozzunk oda, ha van nálunk Biblia, és ülve fogjuk meghallgatni Isten igéjét. 4. fejezet 7. versétől. És megint csak mondom, hogy erre a három dologra figyeljünk, talán különös tekintettel a mai napon a szeretetre, hogy mit mond János a szeretetről. Negyedik fejezet, 7. versétől tehát. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeret minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Amen. Valójában János leveléből több helyről választhattam volna ige szakaszt, amit olvasunk. János ezek a gondolatok körül írja az egész levelét, sőt az első, második és harmadik levelét is. És szeretném, hogyha egy kicsit ma azt tudnánk megnézni, hogy a szeretetre vonatkozóan mit tanít nekünk János, és azt is, hogy hogyan kapcsolódik az előző gondolathoz, amiről múlt vasárnap volt szó, hogy az igazsághoz hogyan kapcsolódik a szeretet. És nézzük meg azt, hogy Jánosnak a gondolkodásában az az ember tud igazán szeretni, akiben megvan az igazság. Aki az igazságban jár, aki az igazságot megismerte, az az ember tud igazán szeretni. A szeretet és az igazságnak a kapcsolata. Szeretnék ma 4 dologról röviden beszélni, és ezek közül az első az, hogy hogyan is kapcsolódik, miköze a szeretetnek az igazsághoz. Kell-e ismernünk nekünk az igazságot? A János a második levelét a következőképpen kezdi. A második levelének az első versében azt mondja, én a presbiter, a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek. És nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot.
akiket azért az igazságért szeretek, amely bennünk van, és velünk lesz örökké. Nem furcsa egy kicsit, hogy János azt mondja, hogy akiket azért az igazságért szeretek, ami bennünk van. És figyeljük meg, János nem azt mondja, hogy bennük, hanem bennünk. Azt mondja, hogy az az igazság, ami bennünk van, bennem és bennetek, azt tesz, mi, az közöttünk valamiféle különös kapcsolatot képez. Tudjuk azt, hogy Isten szereti ezt az egész világot, ugye? Mégis amikor Jézus a tanítványaival van, János evangéliumában olvassuk, hogy Jézus ad egy parancsolatot a tanítványoknak. Azt mondja, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Vajon az Úr Jézus ezzel azt mondja, hogy a világot nem annyira szereti? Azt mondja, hogy a világot nem szereti, csak a tanítványait szereti? Nem, egyszerűen Jézus arra utal, hogy persze szereti az egész világot, hiszen azért jött el, hogy még a bűnben lévő embert megmentse. Isten szereti a bűnös embert, Jézus szereti a bűnös embert. Nekünk is kell szeretni a bűnös embert. De azért érezzük azt, hogy közöttünk, testvérek között van azért egy különleges kapcsolat, ugye? Persze, szeretem azt az embert, aki kint jár az utcán, aki még a hitben nem a testvérem. Szeretem és szeretnem kell. De azért a testvérek között, itt a gyülekezetben, akik itt vagyunk, akiket összeköt a hit, annak az igazságnak az ismerete, ami üdvözít bennünket. Azért közöttünk van egy különleges kapcsolat, ugye? És János is azt mondja, hogy én a presbiter, a kiválasztott úrnőnek. Ki az úrnő? Itt a gyülekezetet szólítja ilyen módon. Azt mondja, én a presbiter, a kiválasztott gyülekezet gyermekeinek, akiket igazán szeretek. Nem csak én, hanem mindenki. Azt mondja, hogy nem csak János, hanem mindenki, akikben megvan ez az igazság. Mi alkotunk valamilyen láthatatlan közösséget. Ennek a láthatatlan közösségnek egy apró szelete ez a látható gyülekezet. De ebben a gyülekezetben sokszor megfordulnak amerikai testvérek például, akiket még soha nem láttunk. Van úgy, hogy én se láttam. A testvérek mielőtt látnák, én azelőtt fél órával találkozok. De attól szeretjük egymást, attól törődünk egymással, gondoskodunk egymásról. Mert van közöttünk valami különleges kapcsolat, egy láthatatlan kötelék, és ez pedig ebben gyökerezik testvérek, az igazságban. Én is mondhatnám, és mi is kell, hogy kell is, hogy mondjuk bárki másnak, hogy azért az igazságért, ami bennük van, meg bennünk van, azért a közös igazságért, igazán kell szeretnünk egymást. És nagyon fontos, hogy ez a parancsolat, amiről ma lesz szó, hogy szeressük egymást, ez nem csak arra a néhány emberre vonatkozik, akik itt vannak a gyülekezetben. Az Istennek az egyháza sokkal nagyobb ennél. És mi minden testvérünk felé, akár ismerjük, akár nem ismerjük, ugyanazzal a szeretettel tartozunk. Szeretnünk kell minden testvérünket, akikkel osztozunk ebben az igazságban. Aztán a szeretet és az igazság kapcsolata, a világosság. Emlékszünk még arra, hogy miről beszéltünk az elmúlt alkalommal. Azt mondtuk, hogy az igazságnak az egyik szinonimája a világosság. A 2.9.11-ben a következőt mondja János. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Az igazi, valódi szeretet, testvérek, az az igazságban gyökerezik. Ha a múltkor arról beszéltünk, hogy az igazságnak a szinonimája a világosság, akkor ezzel a gondolattal, ezzel behelyettesítve ezt a szót ide, a világosság helyett az igazságot, így olvassuk el ezt a néhány ige verset. Azt mondja, aki azt mondja, hogy az igazságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig nincs az igazságban. Az még mindig nem ismeri az igazságot. És mi az igazság? Felsoroltunk néhány szinonimát. Az Úr Jézus Krisztus a megtestesült igazság. Az Isten igéje, az az igazság, amit Isten a kezünkbe adott. Istennek minden igéje igazság. Azt mondja, hogy aki nem szereti a testvérét, abban nincs meg az igazság. Se az Isten igéje, se az Úr Jézus Krisztus. A valódi szeretet az ebben gyökerezik, hogy az én szívemben ott van az igazság. A megtestesült igazság, az Isten igéjének az igazsága, az evangéliumnak az igazsága, az újjászületésnek, a megtérésnek az igazsága.
És azt mondja, hogy aki nem szereti a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Azokat az embereket is, akik sötétségben vannak, nekünk kell szeretnünk. De nagyon fontos, hogy az igazi szeretetre az ember akkor válik képessé, amikor benne ott lesz ez az igazság. Mit tennél meg a testvéredért? Mit tennénk meg a testvérünkért? Ki az, akinek van testvére? Vér szerinti testvére. Azt gondolom, hogy egy nagyon áldott dolog. Én gyerekkoromban mindig az öcsémmel nőttünk fel ketten jó hosszú ideig, és arra gondoltam, hogy milyen jó azoknak a családoknak, ahol van egy csomó gyerek, egy csomó testvér. Aztán lett nekem is még egy öcsém, és aztán még egy öcsém, úgyhogy a végén már mi is nagy család voltunk, és elmondhatom, hogy egy nagyon élvezetes dolog a nagy család. Mi az, amit én megtennék a testvéreimért? Azt gondolom, nincs olyan, amit ne tennék meg értük. Egyáltalán nincs olyan. Nem tudok elképzelni olyat, amit ne tennék meg bármelyik testvéremért, szó nélkül és gondolkodás nélkül. De nagyon fontos, hogy mi is egy családnak a része vagyunk. Az Isten családjának a része. És úgy kell tekintenünk egymásra, úgy kéne éreznünk egymás felé, mint ahogy a vér szerinti testvéreink felé érzünk. Soha nem haragudtam meg, mikor kicsik voltunk az öcsémmel, akkor néha haragudtunk. De aztán mindig kibékültünk, az ilyen gyermeki kis veszekedés volt. De amióta úgy gondolom, hogy így kezdtem felnőtté válni 14-15 éves koromtól, soha nem haragudtam egyik öcsémre se. Nem azért, mert nem csináltak rosszaságot. Hát mi kicsik voltak, annyi rosszaságot csináltak, hogy csak na. De nem haragudtam egyikre sem. Miért? Mert az ember mindig választhat, hogy vagy megharagszok, vagy nem haragszok meg. És valahogy nem esett nehezemre, sőt, természetes volt ezen, nem is kellett gondolkodjak, hogy nem fogok megsértődni. Nem fogok haragudni. Akkor, amikor gimnáziumba jártam, és a legkisebb öcsém egész éjjel sírt valamiért. Nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy a hasa fájt, vagy a foga jött. Az a lényeg, hogy éjjel fölkeltünk, édesanyámmal kivittük a tömbház elé a babakocsiba sétáltatni. Hát, ha elalszik, elaludt. Nekem másnap reggel attól kellett menni suliba. Nem haragudtam az öcsémre egyáltalán. Legkevésbé se. Mert valahogy természetes volt, hogy hát ilyen ő, most ebben az életfázisban van, el kell viselni, ugye? Akkor, amikor komolyan vesszük azt, hogy mi tényleg Istennek a családjába tartozunk, Isten a mi mennyei atyánk, mi Istentől születtünk, mindannyian, egy az atyánk, újjászülettünk, ugyanaz a szent lélek van bennünk. Bizonyos értelemben erősebb kötelék, mint a vér szerinti testvérség. Ez valóság kéne legyen. Mi az, amit mi meg tudunk tenni egymásért? Nem kéne ennek határa legyen. Erre azt kell mondani testvérek keresztényként, hogy nincs olyan, amit ne tennék meg a másikért. Az ige írja, hogy az az igazi szeretet, amikor az egyik ember életét adja a másikért, az annál többet nem lehet kérni. És testvérként erre kész kell lennünk. Erre kész kell lennünk. Aztán folyamatosság, a szeretetnek van egy folyamatossága. A szeretet nem szabad, hogy törékeny legyen. A mai világban annyi törékeny szeretet van. Mert olyan könnyű az embert szeretni addig, amíg a másik jól viselkedik. Olyan könnyen eltörik az a mécses. Ha a másik valami rosszat csinál, na ott vége. Azt nem lehet helyreállítani, ugye? Megsértett. Milyen jó kapcsolatunk volt hosszú időn át, valami rosszat csinált, most azóta nem jó. Ez nem lehet ilyen törékeny. Egy családban nem ilyen törékeny a szeretet, ugye? Hát persze az egyik héten a gyerek csinál valami rosszat, a testvérek összevesznek, hát aztán a másik héten kibékülnek, megy az élet tovább. A szeretetnek kell legyen egy folyamatossága. Múltkor beszéltünk a múlt alkalommal arról, hogy mit jelent az igazságban járni. Azt jelenti, hogy folyamatosan abban járok, abban élem az életem. Nem arról van szó, hogy nem esek bűnbe, vagy akár akarattal is nem vétkezek. De a hívő ember sajnos még nem tökéletes. Van, hogy vétkezünk akaratlanul, van, hogy akarattal vétkezünk. De akiben megvan az igazság, és aki az igazságban jár, az mindig igyekszik helyre igazítani. Ha vétkeztem, jövök az Úr elé, megszomorodok, ha kell sírok, ha kell megvallom a bűneimet, de helyreállok belőle. Lehet, hogy bűnben élek egy hétig, vagy két hétig, vagy egy hónapig,
De mindig ott van bennem a lelki ismeret, hogy nem jó ez így, ebből meg kell térni, helyre kell állni. És mindig igyekszek helyre igazítani. És mindig visszatérek az igazsághoz. Na, ez jelenti az igazságban járni, a világosságban járni. És azt mondja János, hogy aki a világosságban van, abban éli az életét nap mint nap, egyre inkább ahhoz igazodik, az folyamatosan szereti a testvérét. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek összezörrenések. Lehetnek nézeteltérések. Lehetnek még sértődések is. Lehet még veszekedés is. De nem baj, elmegyünk, lenyugszunk, azt már is jövünk vissza a testvérhez. Bocsánatot kérni. Bocsáss meg. És igazítjuk helyre a kapcsolatot. Szeretetben élni az nem egy ilyen rózsaszín felhőben létezés, hogy közöttünk soha semmi baj. De van baj. És ennek ellenére szeretjük egymást, elviseljük egymást, elhordozzuk egymást. A szeretet nem szabad, hogy törékeny legyen, hanem folyamatos kell legyen, erős szeretet, amit nem lehet összetörni. Azt láttuk, hogy a sötétség és a világosság között nincs keveredés. János azt mondja, hogy aki a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Itt lehet azt mondani, hogy hát én nem vagyok a sötétségbe, én nem gyűlölök senkit, csak nem annyira szívlelem, nem annyira szeretem. Testvérek, nem lehet a dolgokat keverni. Itt nem azt mondja János, hogy nem muszáj nagyon szeretni, csak legalább ne gyűlöld. Itt János nem ezt mondja. Nem lehet az Istent becsapni. Ha valakit nehéz szeretni, akkor azt mondom, hogy jó van, legalább nem gyűlölöm. És ezzel is már jól vagyok. Isten azt mondja, hogy tudom, hogy nehéz esett, én se annyira szeretem, ne izgass magad. Nem így működik. Nem így működik. Nekünk keresztényként kötelességünk szeretni a másikat. Nem mondom, hogy mindenkit könnyű, de ettől még szeretnünk kell. Törekednünk kell a szeretetre. Van úgy, hogy a szeretet jön magától. Amikor egy fiú, egy lány meglátja egymást, ezt hívják úgy, hogy szerelem első látása, van úgy, hogy egymásba szeretnek, és kész, házasság lesz belőle, és míg a halál el nem választ. Van szerelem első látásra. De van úgy, hogy nincs szerelem első látásra. Hallottam már olyan házassági történetet, hogy egyszer azt mondta a lány a fiúra ránézve, hogy na én, hogy valakinek a felesége nem leszek, az biztos, de hogy neki a felesége soha nem leszek, az biztos. Aztán összeházasodtak. Megismerték egymást, megszerették egymást, kellett dolgozni egy kicsit a kapcsolaton. Van úgy, hogy a testvéri kapcsolatokon is kell dolgozni. Testvéri kapcsolatokban is van úgy, hogy szerelem első látás, hogy egyből kijövünk, egy húron pendülünk, megértjük egymást, minden jól működik. Nagyon jó, hát dicsőség az Úrnak, hogy van ilyen. De van olyan, hogy kell dolgozni rajta. De ha kell dolgozni rajta, akkor nekünk kötelességünk oda tenni magunkat és dolgozni rajta. Nem lehet azt mondani, hogy a testvéremet nem szeretem, kérek egy másikat helyette. Valakit, akivel könnyebben kijövök. Néha a testvérek se jönnek ki jól egymással. Nem baj, attól még egy család vagyunk, és attól dolgozni kell rajta. Ha nem jön magától, akkor majd dolgozunk rajta. Ha valakit nem szeretünk, lehet azt is hozni Isten elé. Azt mondani, Istenem, nem tudom a lelkem megváltoztatni, nem tudom a szívem megváltoztatni. Akkor lehet azon a fölött megszomorodni. Testvérek, az a baj, hogyha egy ilyen állapottal kibékülünk, és megtanulunk vele együtt élni, na az baj. Ha az Isten elé jövünk, és azt mondjuk, hogy Istenem, nem tudok megbocsátani, nem tudom a másikat szeretni, azt is lehet mondani, hogy nem tudom őt nem gyűlölni. De Istenem, változtass meg. Akkor Isten meg tud könyörülni az emberem. Helyre tudja állítani azt a kapcsolatot. De ne dugjuk a fejünket a homokba. Ne fogadjunk el egy olyan állapotot, amiről tudjuk, hogy nem helyes. A szeretet az nem egy választható dolog, testvérek, hogyha egyszer keresztények vagyunk, ugyanabban a családban tartozunk, akkor egymásnak ezzel tartozunk. Aztán van egy nagyon érdekes átmenet abban, amit mond János. Azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy a világosságban van, aki azt mondja, figyeljük meg, hányszor mondja ezt János a levelében, aki azt mondja, hogy világosságban van, hogy szereti a testvérét, hogy az Istennel közösségben van. János valójában nagyon egyszerűen beszél. Pál, ő nagyon sokszor ilyen teológiai magasságokba szárnyal. Én azt gondolom, hogy János
Ő egyszerűen egy olyan ember, aki a szívéből szól, és ami a szívében van, az kimondja. Éppen ezért Jánosnak a levelét nagyon nehéz vázlatolni. Mert János nem egy struktúrába beszél, János csak mondja, ami a szívén van. De itt is kimondja, hogy aki azt mondja, hogy a világosságban van. János nagyon jól ismerte az embereket, a gyülekezeteket. És azt gondolom, hogy az emberek, a gyülekezetek akkor se voltak nagyon másak, mint ma. Akkor is nagyon könnyű volt azt mondani, hogy én hívő vagyok. Azt mondani, hogy én a világosságban járok. Nagyon könnyű volt azt mondani, hogy én szeretem a másik embert. János erre azt mondja, hogy azt mondod, nagyon jó, akkor mutasd meg. Akkor mutasd meg. Ezért írt János egy csomó olyan dolgot a leveleiben, hogy aki azt mondja, hogy hát annak így is kéne viselkedni. Azt mondja, hogy onnan tudhatjuk meg, hogy tényleg keresztények vagyunk, mert tényleg mondjuk azt, hogy mi keresztények vagyunk. Hát itt is ülünk a gyülekezetben, nem? János azt mondja, hogy onnan tudhatod meg, hogy tényleg az igazságban vagy-e, onnan tudhatod meg, hogy tényleg szereted-e az Istent, vagy szereted-e a testvéredet, és akkor ad egy ilyen önvizsgálati lehetőséget. És nagyon érdekes, hogy János azt mondja, hogy az ember megtudhatja, önmagát megvizsgálhatja. De őszintén kell szembenéznünk ezzel. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van. Ez egy nagyon jó, egyszerű önvizsgálati módszer, testvérek. Álljunk meg egy pillanatra, és mindenki nézzen jobbra, balra, előre, hátra. És mindenki nagyon jól tudja, hogy a másik iránt milyen érzések fűzik. A másikhoz milyen érzések fűznek bennünket. Szeretnénk tudni, hogy a világosságban vagyunk? De nézzünk előre, jobbra, balra, hátra, a másikra. Mit érzünk? Mi van a szívünkben? Hogyha a másikat nem tudom úgy szeretni, hogy tudom, hogy kéne, kibékültem az állapottal? Vagy igyekszem dolgozni rajta? Igyekszem helyrehozni? Van esetleg valaki, akire neheztelek? Hogy nem mondjak olyan nehéz szót, olyan kemény szót, mint János, hogy valaki, akit gyűlölök? Vagy akit nehezemre esik szeretni? Ez egy nagyon egyszerű önvizsgálati módszer. Csak szét kell nézni ebben a teremben. Mit érzünk egymással kapcsolatban? Aztán János rátér arra, hogy mi a szeretet kapcsolata a cselekedetekkel, a gyakorlatokkal. János azt mondja, azt mondod, hogy nagyszerű, mutasd meg. Nézzük meg, mit ír a harmadik, első levele, harmadik fejezet, 18. versében. Azt mondja, gyermekeim, ne szóval szeressük egymást, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Mondani könnyű, hogy szeretjük egymást. Meg is kéne mutatni. János azt mondja, hogy ha cselekedettel szeretjük, akkor az a valóság. És nézzük meg egy példát. János a levelében, harmadik fejezet első versében azt mondja, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított az Atya, irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azt mondja János, hogy lássátok meg. Ha az én szeretetemet kéne meglátni, akkor a testvérek mit látnának belőle? Mit éreznének belőle, vagy mit tapasztalnának belőle? Hogyan tapasztaltuk meg az Úr Jézusnak, az Istennek a szeretetét? Azt gondolom, hogy Isten nem szóval, és nem is nyelvvel szeretett bennünket. Mit csinált Isten, hogy megmutassa az ő szeretetét? Ha csak a János 3.16-ra gondolunk, úgy szerette Isten a világot, hogy azt mondta, hogy szeretlek. Ugye? Nem. Megmutatta. Cselekedetekkel kifejezte. Azt írja az ige, hogy nincs senkiben annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét odaadja a testvéréért. Na hát így mutatta meg Isten. A legnagyobb szeretetet. Hogy az Úr Jézus eljött és az életét adta értünk. Isten megmutatta az ő szeretetét. De valójában, ha forgatjuk a Bibliát, az egész történet és az előző délutáni sorozatunkban az üdvösség történetet vettük át. Hát az egész üdvösség történet miről szól? Arról szól, hogy Isten mit csinál értünk. Arról szól, hogy Isten kezdeményez. Az ember kezdeményezte a kapcsolatnak a helyreállítását? Nem, az Isten. Az ember tett valamit azért, hogy ez a kapcsolat helyreálljon? Nem. Az Isten kötött feltétel nélküli egyoldalú örök szövetséget. Hát ki kényszerítette Istent erre? A szeretetén kívül semmi. És az ember ebben az egészben mit tett?
Semmit. Nem is tudott. És Isten mindent megtett. Na így mutatta meg Isten az ő szeretetét nekünk. És azt mondja János, hogy abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Mi megismertük az Isten szeretetét, megtapasztaljuk az Istennek a szeretetét. Isten nem szóval, nem nyelvvel szeret bennünket, hanem valóságosan, cselekedettel. És azt mondja János, hogy mivel az Isten így szeret bennünket, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Lehet, hogy ide Szirmára is egyszer eljön egy olyan idő, amikor egymásért az életünket kell adni. Ki tudja, lehet, hogy eljön. Ma még nincs itt az az idő. Ma még nem kell ilyen drága áron szeretni egymást. Ma ennél könnyebb. De elmondom, hogy ha ma nem megy, akkor később se fog menni. Ha könnyen nem tudjuk szeretni egymást, akkor, amikor nagy ára lesz, akkor nem kezdjük el hirtelen szeretni egymást. Tanuljuk meg most szeretni egymást. Mielőtt még nehéz lenne. Aztán lehozza János a szeretetet a mindennapi életnek a szintjére. 3. fejezet 17. versében azt mondja, hogy aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? János azt mondja, hogy nem fér a fejembe, hogy hogyan lehet, hogy valaki azt mondja, szeretem a másikat, hogyha fizikailag nem segít neki. Azt mondja, nem lehet a szeretetet leválasztani a fizikai cselekedetekről. Nem lehet plátói módon szeretni egymást a gyülekezetbe. Az vagy valóságos, vagy pedig nem létezik. Vagy megnyilvánul cselekedetekbe valóságosan, vagy pedig nincs olyan. Aztán azt mondja, hogy aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, akit ő született. Itt János miről beszél? Az Úr Jézus, az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Istentől született, Isten az ő atya, és aki szereti azt, aki szülte, ugye azt mondjuk, hogy szeretjük Istent, azt is szereti, aki attól született. Az Úr Jézuson kívül ki az, aki még Istentől született? Hát mi? Az Istennek a családja. Akik a Szentlélek által újjászülettünk. Azt mondja, aki szereti azt, akitől az Úr Jézus született, vagyis Istent, annak azt is kell szeretnie a többieket, akik Istentől születtek ugyanúgy. Azt mondja, egy család vagyunk. Egytől születtünk. Ugyanattól, akitől az Úr Jézus született. Ha azt mondjuk, hogy az Úr Jézus szeretjük, az Istent szeretjük, akkor egymást is kell szeretnünk. 18. versben, 3. fejezet 18. versében pedig azt mondja, gyermekeim, ne szóval szeressük egymást, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel. 17. és 18. verset egybe olvassuk. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan szeressük egymást. Nem lehet az, hogy egymásnak a hétköznapjaiban nem mutatjuk meg a szeretetet, mert akkor csak szóval és nyelven szeretjük egymást. És azt mondja János, hogy az nem valóságos. Aztán a szeretet cselekedet, és a szeretet az engedelmesség. Az 5. fejezet 3. és 5. versét olvassuk fel. Az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? A szeretet, az Isten szeretet, az isteni iránti szeretet, az is meg kell nyilvánuljon cselekedetekben. Milyen módon? Azt mondja János, hogy az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. És azt mondja érdekes módon, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Testvérek, kezünket tegyük a szívünkre. Nehezek az ő parancsolatai, vagy nem? Lehet őszintén mondani. Nehezek, vagy nem nehezek? Hát néha nehezek. Valljuk meg őszintén. Néha azért nehezek. Nekem legalábbis igen. Lehet, hogy én vagyok a leggyarlóbb, és ezért nehéz nekem. De néha nehezek.
Azt mondja János, hogy minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Mit mondtunk az előbb? Ki az, aki Istentől született? Az újjászületett hívő ember. Az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Mi vagyunk, akik újjászülettünk, akik Istentől születtünk, akik hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És azt mondja, hogy mi le tudjuk győzni a világot. Mindenek előtt azt a világot, ami bennünk van. Mindenek előtt azt a világot, ami az én óemberem. Azt legyőzi. Nem biztos, hogy mindig könnyű. De ez egy olyan folyamat, ami az újjászületéskor elindul, és amit nem lehet megállítani. A hívő ember nem akarja megállítani, hanem a hívő ember előre akarja mozdítani. Az újjászületett ember már nem gyönyörködik a régi életébe, nem gyönyörködik a régi bűneibe, hanem azoktól egyre inkább akar szabadulni. Ezért mondja János, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Nem nehéz azokat elfogadni. Nem nehéz azokat magunkévá tenni. Van úgy, hogy néha egy-egy nap nehéz megcselekedni. De nem nehéz, nekem az édes. Nekem az jó. Én azt akarom, mert újjászülettem. A régi bűneimet már nem szeretem. Az Istent szeretem, az ő parancsolatait szeretem. És ezért nem nehéz nekem azt választani. De a szeretet az az engedelmesség. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Istent, ha nem vagyok neki engedelmes. János azt mondja, hogy hívőknek nem nehéz engedelmeskedni. Mert újjá lett a szívünk, mi már azután jobban vágyunk, az engedelmesség után jobban vágyunk. De értsük meg azt, hogy a kettő a szorosan összekapcsolódik. A szeretet, az Isten szeretet és az engedelmesség. Aztán az Isten és az ember szeretet hogyan kapcsolódik egymásba? 5. fejezet, 2. verse. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. János elválaszthatatlanul összekapcsolja a kettőt. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Istent, ha szeretjük Istennek a gyermekeit. És fordítva is működik, olvassuk, János ide-oda váltogatja a kettőt. A lényeg az, hogy a kettő egybe tartozik. Megint csak képzeljük, gondoljuk magunk elé a családot. Nem lehet az, hogy a családom felét szeretem, felét nem szeretem. Hallottam már testvérekről, akik valamint úgy összevesztek, hogy egy ideje nem állnak szóba, vagy éveken keresztül nem állnak szóba egymással. Testvérek, nem furcsa ez a dolog? Abszolút természetellenes. Hogy lehet, hogy egy testvérpár nem tudja a dolgait rendezni? Én gyerekkoromban is hallottam ilyenről, és azon gondolkoztam, hogy lehet az, hogy testvérek nem tudják megbeszélni a dolgaikat? Hogy lehet így eltávolodni egy családon belül? Vagy a fia nem beszél az édesanyjával, fiú nem beszél az édesapjával. Hogy lehet ennyire eltávolodni egymástól? Egyáltalán nem természetes. Nem lehet az, hogy a családomnak az egyik felét szeretem, a másikat nem. Az, hogy a földi családokban ilyen megtörténhet, ez csak a bűnnek a következménye. De az Isten családjában ilyen nem történhet meg. Az Isten családjában ilyennek nincsen helye. Nem mondhatom azt, hogy Istent szeretem, de a testvéremet nem. Vagy egyik testvéremet szeretem, de a másikat nem. Ilyennek az Isten családjában, testvérek, nincsen helye. Végül pedig néhány gondolatban hadd bátorítsam a testvéreket önvizsgálatra. János is erre bátorít bennünket. 3. fejezet 14. versében azt mondja János, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálba van. Nagyon kemény és nagyon egyszerű. Gondoljuk végig, szeretjük a testvéreinket? Nagyon pontosan megmutatja azt, hogy lelkileg hol tartunk. Ha szeretjük a testvérünket, vagy próbáljuk szeretni a testvérünket, vagy mindent megteszünk azért, hogy szeressük a testvérünket, akkor tudhatjuk, hogy az életben vagyunk. De János nagyon világosan és nagyon keményen fogalmaz. Sőt, a 10. versben, 3. fejezet 10. versében még keményebben azt mondja, a bűn az, ha nem szeretünk valakit. Aki nem szereti a testvérét, az az ördögtől van. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Ha körbenézünk és azt mondjuk, hogy valakit nem szeretünk. Nem én mondom, testvérek, én nem mernék ilyet mondani. János azt mondja, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van.
És az sem, aki nem szereti a testvérét. Nem az Istentől van. Aki nem szereti a testvérét, nem cselekszi az igazságot, az nem az Istentől van. Ezt mondja János. Úgyhogy van lehetőség önvizsgálatra. Szétnézhetünk ebbe a terembe. Gondolhatunk más hívő testvéreinkre. Azt mondja, hogy erről lehet megismerni az Isten gyermekeit és az ördög gyermekeit. Ha bennem kétséges az, hogy én most hova tartozok, én vajon az Istenhez tartozok, vagy a világhoz tartozok, az ördöghöz tartozok. Milyen a kapcsolatom a testvériséggel? Nem egy másodlagos dolog az, hogy mi itt a gyülekezetben milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Egyáltalán nem elhanyagulandó. János szerint nagyon kemény dolog. Nem egy lehetőség számunkra. Nem egy gyenge kis javaslat, nem egy opció az, hogy szeressük egymást. Egy nagyon komoly dolog, az Istennek a parancsolata. Azt mondja, szeressük egymást. Úgy, ahogy ő szeretett minket, mi is úgy szeressük egymást. Késznek kell lennünk egymásért, akár az életünket is odaadni. De nem kell addig a napig várni, hogy egymás szeretetét kimutassuk. Egymás iránt a szeretetünket kimutassuk. Annál jóval előbb ki kell mutatni. A hétköznapokban, az apróságokban, úgy, ahogy János lehozta a hétköznapok szintjére. Azt mondja, elnézzük, hogy valaki szükséget szenved, holott segíthetnénk, holott nekünk vannak javaink, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a másikat szeretjük. Szeressük egymást testvérek a hétköznapok szintjén. Aztán ki tudja, lehet, hogy eljön az is, amikor ennél magasabb áron kell egymást szeretni. De szeressük egymást. Most pedig testvérek, arra hívok mindenkit, hogy kérjük Istent, hogy adjon nekünk világosságot. Lássuk meg azt, hogy hogy vagyunk mi itt a gyülekezetben. Egymással, tágabb körű testvériséggel. Tudjuk-e mi egymást szeretni? Ha Isten rámutat arra, hogy nekünk ezen kell javítani, akkor legyünk készek, szomorodjunk meg, valljuk meg, és igyekezzünk a testvéri kapcsolatainkat szeretetbe, a szeretetnek az alapjára hozni. Ez legyen az alap, hogy szeretjük egymást úgy, ahogy a vérszerinti testvéreinket szeretjük. Egy éneket fogunk énekelni, azután pedig arra lesz majd lehetőség, hogy közösen imádkozzunk, kit, ahogy a lélek indít, majd hangosan lehet imádkozni.